9 napirendi pontot tárgyaltak Pakson azon a rendkívüli testületi ülésen, melyen a hulladékszállítás került fókuszba. A témát a Paksi Deák Ferenc Egyesület kezdeményezte, miután lakossági észrevételek szerint több szelektív hulladékgyűjtő edényzet fedele eltörött. A polgármester és az érintett cég igazgatója szerint is a régi kukáknál előregedési problémák merülnek fel. Ez okozhatja egyes tetők megrongálódását. Az elkövetkezendő időszakban már ősszel olyan beruházások indulnak meg, amelynek keretében ezeket a szelektív hulladéktároló kukáknak, edényzeteknek a teljes cseréjére lesz kerül sor. A közeljövőben az elektromobilitás is megtörténik a hulladékszállításban, ami 3 új elektromos kukás autót jelent. A szemétszállítás során kialakult vita kapcsán a megemelkedett szemétszállítási díj is szóba került. Mint elhangzott, a lakossági szolgáltatási díjak 2012 óta nem változtak. A 4 köbméteres hulladéktárolóknak a díja emelkedett viszont, azok viszont már nem találhatók meg a városban, egy-egy intézményben még található, de a lakosság körében már nem használják ezeket a lakótelepen. Az atomerőmű déli bejárójáig a 6-os számú főút 4 sávossá szélesítését tervezi a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A csomópontoknál önkormányzati tulajdonba a város kezelésébe kerülnek egyes részek, így erről is döntöttek a városatyák, valamint polgármesteri és alpolgármesteri keretből 2 fogyatékkal élőket segítő alapítványnak nyújtanak 1-1 millió forintos támogatást.